Ha nem vagyok olyan hangulatban, egy csomó értékes és jó időtöltésnek állt már az útjában rögtön a legelején. Ebben a részben azt szeretném megnézni, hogy hogyan hasznos neked a nem vagyok olyan hangulatban tudásod, és hogy ezt hogyan használd arra, hogy igenis megtedd azt, amit szeretnél. Szeretettel köszöntelek, én Nyíri Gabi vagyok, kutyások személyes fejlesztésével foglalkozom, és én találtam ki a Legyél Mindig Kutyás rendszert. Biztos vagyok benne, hogy te is tudsz kapcsolódni ahhoz az érzéshez, hogy nem vagyok olyan hangulatban, lehet, hogy ez nálad úgy szokott megfogalmazódni, hogy nem vagyok olyan paszban, vagy nem érzem a csít. És amire ez legtöbbször mindenkinél vezetni szokott, az az, hogy hamarosan elkönyveljük azt, hogy egyszerűen most nincs itt az ideje annak, amit csinálni szeretnénk, és el is engedjük a dolgot. Ugye ez a videó azért nagyon érdekes, mert egy adhok jött sétánk során forog, kicsit esik az eső, egyáltalán kétséges volt, hogy elinduljunk, ne induljunk, minden esetre nem volt a dolog betervezve, és az is jellemezte eddig ezt a napomat, hogy folyamatosan az pörgött a fejemben, hogy fogalmam sincs, hogy mi az, amiről beszélhetnék nektek, vagyis, máshogy mondva, nem vagyok olyan hangulatban, hogy csináljak új videót. És mégis most ott vagyunk, hogy kim vagyunk sétálni, és forog ez a videó. Nézzük meg, hogy mi történt, és hogyan lehet idáig eljutni. Ugye, az, hogy megszületik a tudásod arról, hogy megszületik benned az, hogy nem vagyok olyan hangulatban, hogy ez azért nagyon érdekes, mert hogyha ezt a visszájára fordítod, ez arról szól, hogy van egy tudásod, ami arra vonatkozik, hogy bizonyos tevékenységeket milyen állapotban tudsz a legeredményesebben, illetve a legkellemesebben csinálni. És hogyha ezt megnézed kutyás szemszögből, akkor azt fogod mondani, hogy jé, hát ez az egyik legalapvetőbb tudásod a sport, illetve a közös munka kapcsán, mert azzal tökéletesen tisztában vagy, hogy ez nem úgy működik feltétlenül, hogy előveszem a kutyát, és már is kezdhetünk dolgozni, hanem hogy a megfelelő állapotba kell őt hozni. Rengeteg szakirodalmat találsz arról, hogy mit tehetsz akkor, hogyha a kutyád magas energiájú, és ezt a pörgést csökkenteni kell ahhoz, hogy jól tudjon dolgozni, és az ellentétéről is, hogy mi van akkor, hogyha nem neked van a legpörgősebb és legszupermotiváltabb kutyád a földön, akkor hogyan tudod őt fölpörgetni ahhoz, hogy megint csak megfelelő állapotba kerüljön ahhoz a tevékenységhez, amit csinálni szeretnél. És vedd észre azt, hogy ez a tudásod a saját magad kapcsán is létezik a mindenféle tevékenységeidhez kötődően. Tudod azt, hogy milyen állapotban kell lenned egy sétánhoz, milyen állapotban kell lenned akkor, hogyha nyilvánosan kell beszélned, milyen állapotban kell lenned, hogyha tudod, hogy 400 kilométert kell vezetni, és ez megvan az a tudás benned, hogyha ez az állapot nincsen meg, akkor bizony nem lesz jó az élmény, vagy ne adj Isten, egyáltalán veszélyes lesz, ha belevágsz a dologba. És az automatikus reakció ilyenkor az, hogy jó, hát most éppen az dobta a gép, hogy nem vagyok olyan állapotban, és ez ebből következően vagy nem lesz jó, vagy ne adj Isten, még veszélyes is, akkor hagyjuk a fenébe az egészet. Na de itt jön az, hogy vedd elő kérlek azt a tudásodat, ami a kutyázásban is megvan, és amiről pont az előbb beszéltünk, hogy a kutya esetében tudod azt, hogyha ő nincs abban az állapotban, ami az adott tevékenységgel leginkább összhangban lenne, akkor a legritkább esetben mondod azt, hogy jó, hát akkor nem csináljuk, hanem tudatos lépéseket teszel annak érdekében, hogy ebbe az állapotba hozd a kutyát. És ugyanez van önmagunk kapcsán is, mert hogy nézd meg az én példámat, hogy jött az, hogy induljunk el sétálni. Jó, hát lehet, hogy egy kicsit esik az eső, akkor mit kell magamban végigfuttatni? Az én esetemben azt, hogy ettem eleget, mert én vagyok az, aki hajlamos túl keveset enni a különböző tevékenységeihez. Van-e nálam egy esőkabát, van-e rajtam egy jó cipő, és raktunk el elég vizet ahhoz, amennyit kint akarunk lenni? Ha ez megvan, akkor mehetünk. És a másik oldalon, amit egész nap pörgettem magamban, hogy de hát én nem vagyok olyan hangulatban, hogy videót gyártsak, ott is azon kezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen mire van szükség ahhoz, hogy én videózásra kész állapotba hozzam magam, és arra jutottam, hogy ennek két előfeltétele van, hogy figyelek egy kicsit befelé, gyakorlok egy kis önreflexiót, hogy mi az, ami velem történt, vagy mi az, amivel az ügyfeleimmel való munkában találkoztam, ami nektek is releváns lehet, ami neked is adhat a saját fejlődésedhez,
És amiben ez egyébként meg szokott jelenni, az, hogy megkeresem azt, hogy milyen gondolat van egy kicsit így beakadva a fejembe, mi az, amit pörgetek magamban, és egyszer csak fölismertem azt, hogy ja, hát a mai téma pontosan az, hogy nem vagyok ilyen állapotban. És ezzel rögtön át tudtam magam fordítani abba, hogy ha az a téma, hogy nem vagyok ilyen hangulatban, akkor már is olyan hangulatban vagyok, hogy tudok videózni. Szóval, hogyha a te fejedben is az forog valamivel kapcsolatban, hogy nem vagyok olyan hangulatban, nem érzem a csít, nem vagyok olyan paszban, akkor ne az legyen az első reakciót, kérlek, hogy elengeded a fenébe az egészet, hanem örülj meg ennek a tudásodnak, hogy oké, észleled azt, hogy nem vagy olyan állapotban, amihez a tevékenységhez ideális lenne, tehát tudod, hogy hova kell eljutni ahhoz, hogy ezt a tevékenységet jól tud csinálni, és tedd meg azokat a lépéseket, amiken keresztül ezt el tudod érni, ugyanúgy, hogy a kutyáddal folytatott közös munkában ezt az ő érdekében meg szoktad tenni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb!